vegan konyha van itt. You gonna film me cooking? Cooking. What? Cooking. Cookie? Where are you? What are you doing? No. What is no? No. No. Ma este vegetáriánusok leszünk. Nem muszáj. Nem muszáj, de hát kipróbáljuk a vegán konyha. Nehogy meghalljatok protein hiányba, nekem muszáj. Vegán konyha? Hát van protein, hát van az a refried beans, a hummus. Ja, van mindenben, minden zöldségben van. Minden zöldségben van. Mutasd meg a fazakat. Hány litres ez, valahogy 10 litres. Nem tudom, ez is vegán fazék, mert... Nem volt az enyém meg elég nagy. Szinte a két doboz, jó, két doboz tészta, két doboz pasta van ebben, 2 pound. 3200 kalória. Nem esszük meg minden, megesszük mondjuk felics, másik felit hát elviszem az útra. Elég, felfújódunk attól, annyi pasztától. Én egyszer egy dobozzal meg tudok enni. Egy dobozzal meg tudsz enni? Ja. Azért. De jobb, ha nem eszem meg, mert akkor hízok. Ja. És akkor ezt bekavarjuk egy kis zöldséget, humusz melléje, avokádót, babkrémet, egy kis zöldséget, minden kézlés szerint. És kész. Kedvenc ételem a paszta. Magyarul hogy mondjak? Tészta, raska, makaróni. Ja, hát ugye raskának hívtuk. Székelyesen makaróniknak mondtuk. Spagetti. Spagetti. Robert was the cook tonight. Robert was the cook tonight. Well, it's not much of a recipe, I just boiled some pasta. Well, it tasted really good. Nagyon finom volt. Kicsike is, mert a második részt kapja be. It's okay, I can get you another piece. A túl sötétó. Hát elég sötét, de ki lehet enni belőle. Robert Maynard. Kell útra megint. Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek. Hosszú porából köpönyeget veszek. Ezt a tojat. Ilyen ez a vándor élet. Megint megyünk az útra, egyedül, autóba élve. Jó van az úgy. Kicsit dzsúvas, de mit számít. Én élvezem. Jó, nem akarom ezt évekig csinálni, de egy 2 hónapig, 2-3 hónapig ezt ki lehet bírni. Vennék veled az. Adjad be a felmondásodat, az asszony elég, ha dolgozik nekem, mint te is. Sajnos. Nem, de biztos egy jó kaland. Ez olyan, hogy egy életre való egy élmény mindenféleképpen. Úgyhogy... Ja, ezt nem hagyhattam ki. Nem, ez... Ez most az ideje ennek. Mert aztán 1-2 év én se tudok már, tehát... Hát ugye család lesz. Család, gyerek. Gyerek, feleség. Jó, akkor is lehet kirándulni, csak nem így. Nem úgy, hogy becsomagolsz 2 hónapra elmegyek, vagy mit tudom én mennyire, 3-ra, vagy 4-re, vagy mit tudom én, ki tudja mennyire. Ja. Nem úgy Amerikában itt olyan könnyű kirándulni így autóval, és látod, mindenhol ki van építve, vannak fürdőszobák, ott vannak a Walmartok, könnyű közlekedni, mindenhol lehet autóalkatrészet kapni, tehát nagyon egyszerű itt. Jó. Mehet. No, akkor el vagyok menve, pa. Örvendek, honi. Én is örvendek, Botikám, köszi szépen, minden nagyon jó volt. Vigyázz magadra, nagyon jó utat. Nagyon kellemes 3 nap volt.
Ja, idáig minden rendben, most már két hete az úton. Hát figyelj, el vagyok kényeztetve. Már látod? Jönnek. Elférnek? Elférnek ott. Hallod, el vagyok kényeztetve. Már látod, James egy piroskáiknál, Rékánál, most nálad már négy barátomnál megálltam. Jó az, jó így. Most megyek el. Hát most pár nap múlva ismét egy barátnál Minnesota-ba. Aztán a West Coast-ig nem nagyon lesz más, esetleg még South Dakota-ba, de ezt én így évezem, tudod, 3-4 nap, 5 nap, egy hetet az autóba, a Walmart parkig, aztán megérkezek valahol, és egy kicsit lazulok egy napot. Jó pihenni kell is. Kell. Megtöri legalább, könnyebb lesz talán. Meg az autót is megjavítottuk, az is nagyon jó volt. Évezett volt javítani. Ja, hülyeskedtünk egy csomót. Ja. Na jó, van testvér. Akkor el vagyok menve. Vigyázz magadra. Na minden jót, még egyszer jó köszi mindent. Szia. Nincs mit, szeretsz. Találkozunk otthon. Vigyázz magad. Igen. Székelyföldön. Gyere, Tórián, leszünk csereszni, itt nyáron gyere. Na minden jót, testvér. Szia. Szia.